A reformáció 2017-es 500 éves évfordulójára készült többek között a Tudáspresszó programmal a Nyíregyháza kertvárosi evangélikus gyülekezet. Úgy döntöttek, kilépnek a megszokott keretek és a templom falai közül, és megmutatják, hogy a hit és a tudás nincs is messze egymástól. A tudomány és a teológia és a tudomány és a társadalom, az itt élők, azok nem fényévre kell, hogy lakjanak egymástól, hanem együtt keressék közösen az igazságot. És ebben a gondolatjegyében született meg ez a sorozat. Eddig 4 beszélgetést hallhattak az érdeklődők, volt szó a tudatos epigenetikáról, a társadalmi kirekesztődésről, a vallásokról, valamint a függőségekről. A Tudáspresszó témaválasztását mindig 2 tényező motiválja. Az egyik, hogy melyek azok a területek, ahol olyan új tudományos eredmények születnek, amelyek érdekesek, izgalmasak lehetnek a közvélemény számára. A másik pedig, hogy melyek azok a tudományterületek, amelyek iránt igazán nagy a közönség érdeklődése. Ez a 2 szempont az, ami alapján kiválaszthatunk például ennek a sorozatnak is az előadásait. A keddi előadáson szó volt az egyszerű rutinról, valamint a már zavaró életvitelünket befolyásoló függőségekről. Addiktológus és pszichológus szakember gondolatait hallgatták az érdeklődők. Demetrovics Zsolt a függőt próbálta egyszerűen jellemezni. Az illető nem tudja ellátni a megfelelően az ő megszokott élethez kapcsolódó dolgokat, tehát a munkáját, a tanulmányi teljesítményét, a különböző szociális szerepeket, tehát a családi szerepeibe, házastársként, a gyerekekről való gondoskodás, nem táplálkozik megfelelően, nem alszik eleget, stb. A függőségekről szóló előadást május 20-án 20 óra 55 perckor láthatják a Kölcsei Televízióban. A Tudáspresszó következő ingyenes programját pedig május 24-én tartják Nyíregyházán, akkor Farkas Eszter agykutató tart majd előadást.